Köszöntöm az Ima Café nézőit. Kakas szó. Az elsőre alig figyeltem. A csőcselék tüzénél melegedtem, félve, hogy felismernek. Alkalmazkodni kellett. A másodikra se hallgattam, mert szinte elveszett a téged gyalázó zsivajban. Lesték, hogy egyszer csak megvédenélek, de nem tehettem. Ugye megérted? A harmadiknál észrevettelek, és megérintett bús tekinteted, hogy észbe kapjak, mit is cselekedtem, vagy gyávaságból mi mindent nem tettem. Szívem most fájdalomtól és szégyentől ég, bocsánatodért borulnék eléd. Mindegy, hogy ezután öröm vagy kereszt vár-e, de add, Uram, hogy azt a kakast soha se vágják le.